10 napos ingyenes rehabilitációra és gyógyüdülésre jogosult 68 nyugdíjas Óbecse község területéről, Szerbia 24 gyógyfürdőjének egyikében, amennyiben eleget tesznek a köztársasági nyugdíjbiztosítási alap által előírt követelményeknek. A nyugdíj összege nem haladhatja meg a 26.324 dinárt, a dokumentumok közül pedig szükséges a legújabb nyugdíjról szóló bizonylat, az igazolvány fénymásolata és a meglévő orvosi papírok. A kérvényeket tegnaptól lehet átadni minden munkanapon az Óbecsei Községi Nyugdíjas Egyesületben, valamint a község településeinek helyi közösségeiben. Szükséges, hogy a nyugdíjas kitöltsön egy bizonylatot arról, hogy nincs más bevételi forrása, és hogy az elmúlt 5 évben nem élt ezzel az ingyenes gyógyüdülési lehetőséggel. Mi minden nyugdíjast örömmel várunk, itt vagyunk, ha bármilyen információra van szükségük, és reméljük, hogy mint minden évben, idén is sikeres lesz ez az akció. 10 napos ingyenes gyógyüdülésre jogosultak tehát, emellett biztosítva van az úti költség is, a buszjegy ára. Vajdaság területén 2 gyógyfürdőt nevezhetnek meg, illetve a harmadikat Szerbia területén. Az alap biztosítja a kísérő költségeit, amennyiben a gyermek, aki nem képes az önálló életre és munkára, családi nyugdíjat kap, valamint a vak nyugdíjasok kísérőinek is az alap biztosítja a költségeket. Arról, hogy a nyugdíjas melyik gyógyfürdőbe mehet, orvosi bizottság dönt. Ha a nyugdíjas kifejezi óhaját, hogy melyik gyógyfürdőbe szeretne menni, akkor azt egy orvosi bizottság dönti el és hagyja jóvá az egészségi állapotának megfelelően. A vajdasági gyógyfürdők közül népszerűek a Junákovicsi, a Vrdnéki, a Melencei és a Magyarkanizsai gyógyfürdők. A nyugdíjasok a gyógyüdülés alatt teljes körű egészségügyi ellátásban részesülnek. Továbbá orvosi ellátást, EKG-t, laboratóriumi ellenőrzést, szakorvosi ellátást, orvosi viziteket és legalább 3 fajta terápiát igényelhetnek, attól függően, hogy az orvos felmérése alapján a gyógyfürdő jellegét figyelembe véve, mire van szüksége a nyugdíjasnak. Az összesen 68 kiválasztott nyugdíjas közül Óbecse községben 38 öregségi nyugdíjas, 8 rokkant nyugdíjas, 16 családi és 6 iparos nyugdíjas mehet gyógyüdülésre. A jelentkezés május 21-ig tart.